Na jó napot, jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! A mai videóban egy olyan témát fogunk feszegetni, amiről más egy szó nem egyszer, nem kétszer, viszont teljes videót még nem kapott, és most, hogy elkezdtem pakolni, kezd aktuális lenni ismét a téma, hogy elmagyarázzam, hogyan utazik egy videós. Mint azt, ahogyan nálam és sokan más tartalomgyártóknál láthattátok, sokat szoktunk utazni, mondhatni el sokaknak bicskanyitogató is, hogy ezek az ingyen élő influencerek hogy tudnak ennyit utazni. Én most a saját tapasztalatomból fogok erről beszélni, szerintem van annyi tapasztalat, azt láthattátok, hogy nagyon sok fele járkáltam az utóbbi években, hogy azért egy általános információt is meg tudjak veletek osztani ezzel kapcsolatban, hogy pontosan hogyan is szokott ez zajlani, de szerintem induljunk egy kicsit hátrébről. Az emberek a belüket is kidolgozzák nap mint nap, már aki, hogy azt a végén pénzzel jutalmazzák. Nekem személy szerint az életben soha senki nem tanította meg, nem tanultam arról, hogy hogyan kell bánni a pénzzel, hogy hogyan használjam okosan, hogyan fektessem be. Ez azért elég jócskán meg is látszódott az első pár évenben, amikor elkezdtem pénzt keresni. De az ember a saját hibájából, illetve a saját eredményeiből tanul. Rengetegszer olyan butaságokra költöttem, amire egyáltalán nem volt szükségem, és tényleg utólag megbántam egy-két dolgot, ezt így bevallom őszintén, viszont egy dolgot soha nem bántam meg, azt a pénzt, amit az utazásra költöttem. Szerintem az emberek nagy része nagyon materiális és ilyen tárgyilagos dolgokra vágyik az életben, gondolok itt egy sportautóra, luxusházra, a legtrendibb, legújabb cuccokra, és nem leszek álszent, ezek mind-mind királyak, viszont ezeket tudnak romlani, szét tudnak menni, le tud égni, fel tud robbanni, szóval, hogy ezek igazából ilyen múló dolgok, és hát egy dolog szerintem az nem tud elmúlni, sőt igazából kettő, ahogy Klapka bácsi mondta, az egyik a tudás, a másik pedig az élmény. És itt most egészen pontosan az utazás élményéről fogunk beszélni, ugyanis hiába volt már jó utazásom, vagy hiába volt olyan, amikor úgy éreztem, hogy ez nem volt egy jó utazás, vagy valami elcseszte, mégis beszélek róla, mégis így utólag visszagondolva tanultam egy csomó mindent belőle, amit aztán az egész életbe tudok kamatoztatni, gondolok itt az alkalmazkodásra, illetve hogy az igényeket lejjebb vinni, és hogy rugalmas legyen az ember, mert egy utazásnál azért elengedhetetlen, hogy hát valahogy nem úgy jön össze a dolog, és akkor hát kell B, C, D, meg E terv. De én nagyon általánosakban nem szeretnék azért az utazásról beszélni, mert azért már rengeteg ilyen videó van az utazás aranyszabályairól, hogy hogyan kell utazni, most inkább arra feküdnék rá, hogy mondjuk egy tartalomgyártó, gondolok itt akár videósra, vagy csak egy influencerre. Bár igazából a kettő lehet ugyanaz is, de most ebben nem mennék bele. Úgyhogy ezt az egészet szedjük mondjuk két csoportra. Kezdjük először a Mumussal, a szponzoráltal, mert már ez is egy csúnya szóvá változott, csak úgy, mint az influencer, mert szempontok alapján fogunk végigmenni a szponzorált és a nem szponzorált utazások között is, csak lejárt a mosógép. Sorry, ez már nekem egy ilyen ösztön, mert ahogy meghalom, hogy a mosógép lejárt, már teregetek is ki, mert off topic, de annyiszor berohadt már a ruhám, hogy ez most már ilyen automatikus, mindent félredobok, hogyha meghalom, elnézést kérek. Szóval a szponzorált utazások, hát az első dolog, amit kiemelnék, hogy szerintem a videósok egy nagyon szerencsés helyzetben vannak, mert főleg akik régen kezdték, mondjuk amikor én is, akkor tulajdonképpen a hobbiból lett a munkájuk, és kívánom azt mindenkinek, hogy megtalálja azt a munkát az életébe, ami nem feltétlenül a hobbiból lett munka, de hogy szereti csinálni, és emiatt mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy a kellemest a hasznossal, tehát az utazást mégis a munkával össze lehet kötni, tehát rengeteg király élményben részesülsz annak ellenére, hogy kint dolgoznod kell, sokaknak ez nem munka, de mindjárt elmagyarázom, hogy hogyan is zajlik ez. Tehát, ha egy céggel, márkával, szolgáltatással utazol, tehát ők szervezik le, akkor megvan az a király lehetőséged, hogy úgymond költségmentesen tudsz utazni. Tehát ők megszervezik, kifizetik, a programokat kitalálják, ami úgymond tök király, mert neked ezzel már nem kell foglalkozni, viszont ott van a hátulütője, hogy nincsen szabadságod, mondhatni, szabad kezet nem rakhatsz bele, ám bár elő szokott fordulni, aminek amúgy mi nagyon örülünk, hogy ránk bízzák az egészet, és azon kívül, hogy megvan mondjuk a szállás, meg az, hogy mi kell elhangozzon a videóban, meg mit kell bemutatni, tegyük fel egy szálloda bemutatónál mi az, ami fontos, attól függetlenül azt csinálsz benne, amit akarsz, úgyhogy ezt a fajtáját nagyon-nagyon szeretjük. Nyilván az ilyen szponzorált utazásokban benne van, hogy ez nem egy pihentető utazás lesz, és pörgés van, és tele van programokkal, és csinálni kell, dolgozni, estig fent lenni, vágni, viszont mondom, ez nem panaszkodás, ettől függetlenül zseniális élményt tud nyújtani egy ilyen utazás. Egyről, ami olyan is szoktatok kérdezni, hogy nem-e rossz, hogy mondjuk a kamera mögül látod mindazt, ahelyett, hogy megélnéd.
van ilyen oldala is, hogy valóban mondjuk azt a naplementét, vagy azt a pillanatot én a kamera mögül nézem, de ettől független vissza tudom nézni, és tudom, hogy ott voltam, és néha azért kikucskálok a kamera mögül, hogy akkor ezt én tényleg meg is éljem. Úgyhogy összességében nem, ez nem teszi tönkre az utazást. És jön a nem szponzorált tartalom is, ami amúgy gyakoribb, illetve ezt gyakrabban félre szokták érteni, mert azt hiszik, hogy szponzorált, ha már benne látszik egy márka, és ez sokszor bosszantó, mert hát itt szokott az lenni, hogy a szponzorált dolgok milyen rosszak, miközben azt nem látják, hogy tényleg egy ilyen hosszabb utazást, tegyük például az amerikai, majdnem egy hónapot voltunk kint Amerikában, azt teljesen mi szerveztük meg, az összes repjegyet, az, hogy mikor, hova utazunk, hogy milyen programokat csinálunk, hogy milyen szállás, és amúgy zseniális volt ennek az egésznek a levezetése is, szóval az az öröm, amit megkapsz azzal, hogy úgymond neked semmi dolgot, csak csinálni a tartalmat, az ugyanúgy benne van a megszervezésben is, az már egy élmény leülni és így tervezgetni, nagyon-nagyon szeretem. Szóval ilyenkor mi határozzuk meg és mi szervezzük meg, hogy hova megyünk, ezt természetesen mi fizetjük, és emiatt van egy ilyen szabadságunk is, hogy eldöntetjük, hogy pontosan mit is csinálunk, és hát ez kicsit ilyen lazább, kötetlenebb szokott lenni. Ettől függetlenül ennek lehet olyan része, hogy kiviszünk egy márkát, egy szolgáltatást, tehát egy együttműködést ebbe az adott utazásba, mert azért mi általában felszoktuk ajánlani ezt a lehetőséget, mondjuk akár az ügynökségnek, hogy mi szeretnénk egy ilyen utazást, és hogyha van valamilyen kampány, vagy esetleg a márkának tökre szimpatikus, hogy kivisszük külföldre, és ott tud megjelenni, akkor mi ezt fel tudjuk neki ajánlani, és hát vannak, akik erre ráharapnak, mert tök jó, hogy egy változatos környezetben jelenik meg az adott termékük, vagy bármi, viszont mivel Magyarországon vagyunk, és nagyon sok cég arra megy rá, hogy a magyar piacot fogja meg, nekik nem feltétlenül releváns, hogy kint mondjuk egy Amerikába látszódjon, és általában amúgy ez szokott lenni, hogy nem nyitottak rá, és amúgy ezzel nincsen semmi baj, mert meg is értjük, hogy mondjuk egy pizzafortét vegyük példának, azt kiviszünk Amerikába, egyrészt amúgy nehéz is egy pizzás dobozt kivinni, meg egy pizzát a bőröndbe, de hogy ott úgy se lehet kapni, és hogy igazából minek legyen a tengerparton, hogyha csak Magyarországon lehet kapni, szóval érted? Butaság. Úgyhogy jelenleg is egy hosszabb utazásra megyünk, egy 2-3 hétre, ami nem szponzorált lesz, viszont valószínűleg fogunk kivinni valami olyan dolgot, amit kint is be tudunk fotózni, lehet, hogy nem is akkor fogjuk kirakni, hanem ha már csak itthon vagyunk, vagy lehet nem is fogjuk mi kirakni, hanem ők szeretnék majd felhasználni, de a lényeg az, hogy itt is lehet a kellemes és a hasznost párosítani. Na és ilyenkor mi szükséges amúgy az úthoz, azon kívül, hogy mondjuk ez a kis bőröndbe beleférjenek ezek a dolgok, hát igen, kicsit máshogy pakol be egy videós, egy utazásra, mint mondjuk egy bárki más, aki mondjuk tényleg csak pihenni megy és üdülni, az biztos, hogy a bőröndöd nagy része az technikai dolgokkal lesz tele, úgyhogy én igazából üres bőröndel indulok, de mégis tele van egy csomó technikai felszerelése, ami kitölti a helyet, gondolok itt állványok, mikrofon, kiegészítők, töltők, kábelek, laptop, drón, kamerák, és igazából az a megengedett 23 kiló, az már is csak ilyen 15. Természetesen itt mi is próbáljuk leredukálni ezeket a dolgokat, hogy minél kevesebb nehéz dolgot, például én gimbalt nem szoktam vinni, az kapásba egy ilyen 2-3 kiló, és akkor már tényleg nincs mit rakni a bőröndbe, de azért a fontos dolgok azok mindig bekerülnek, illetve egy plusz hátizsákot is szoktam vinni, hogy amikor már ott vagyok, akkor ne a nagy táskával kelljen járkálni, hanem egy kisebbe. Viszont nekünk ilyenkor elengedhetetlen dolog, és arra is kell gondolnunk, hogy látványvilágban hogyan is fog kinézni az utazás, amit át fogunk adni kamerán keresztül, akár kép, akár videó formájában, hogy a nézők, akiknek szánjuk a videót, azok hát nem is az, hogy meg legyenek elégedve, hanem tényleg mindent át tudjunk nyújtani így képi világba. Úgyhogy ilyenkor támaszkodunk a drágalátos internetre megnézni az adott helyről, hogy milyen jó fotóspotok vannak, hol lehet jó timelapse-eket felvenni, hogy hol vannak olyan programok, amik amúgy kamerázhatóak is. De meg annyi ilyen lehetőség van, úgyhogy csak meg kell nézni az interneten főleg, és ebből is felkészülni, mielőtt elindulunk. Aztán pedig jön a mumusa az egész utazásnak, hogy már pedig az esték nem mindig alvással telnek, hanem hát azzal, hogy megszerkesztjük az aznapi képeket, videókat, és hát sokszor, akik tényleg arra törekednek, hogy ezek tökéletesek legyenek, azok éjszakába, hajnalba nyúló szerkesztések is szoktak lenni, ami azért meg tudja pecsételni a másnapot. És ha már a technikai dolgokról beszélünk, akkor abszolút elengedhetetlen az éjszakába nyúló szerkesztésekhez, videóvágásokhoz és hasonlókhoz egy hű társ, egy hű partner, egy erős partner, ami nekem az utóbbi időben az Asusnak a Rockflow Z13-asa volt, azért csomagoltam nektek vissza a dobozába, mert hát már csak erről is tudnék beszélni, hogy hát a ROG hozta a formáját design ügyileg is, ami majd a gépen is látható, de már csak így a csomagolásból is nagyon királyú belementek, úgyhogy
Ez az a doboz, tudod, amit nem akarsz kidobni, miután megvásároltad a terméket, pontosan. Továbbra sem vallom magam egy tech arcnak, egy tech csatornának, én átlag felhasználóként használtam az utóbbi hetekben ezt a gépet, és most úgy is akarom nektek ezt bemutatni, érdekességeket hoztam. Egy olyan laptopról fogunk beszélni, ami egyben egy tablet is. Ugyebár a csomagolás után egyből szemet szúr, hogy hát van itt nekünk egy gyönyörű hátlapunk, és ezen a hátlapon egy kihajtható láb is van, aminek köszönhetően akár 170 fokra is ki tudod hajtani. Így, ez a 170 fok. Azt mondjuk nem tudom, hogy így kihasználja, de igazából állva is tudod használni. Ez azért lett kitalálva lehet. Rengeteg fajta képen lehet egyrészt összerakni magát a gépet ilyen csomagokba, valamint csomó kiegészítő is kompatibilis hozzá, ilyen például a varástól, tehát grafikai munkákra is tökéletesen célt szolgál, valamint azt hiszem már beszéltünk, vagy legalábbis volt már a csatornán olyan, hogy találkoztunk egy XG Mobile csatlakozóval, ami egészen pontosan itt van, ez egy külső dokkoló tudsz hozzá csatlakoztatni, tehát konkrétan egy elég komoly kis gépparkot tudsz otthon létrehozni, ugyanis nincs más dolgod, mint munka vagy iskola után, csak feldugni ezt a külső dokkolót, ami ugyebár egy külső videókártya, ami amúgy folyamatosan újul, folyamatosan erősebb lesz, tehát igazából az tudod cserélgetni, és maga az alapgép az maradhat úgy, ahogy van, és ehhez tudsz ugye majd a kis dokkolóhoz perifériákat csatlakoztatni, akár több monitort is, és hát egy rohadt erős gépet ki tudsz hozni az amúgy se gyenge masinából, hogy egészen pontosan mit duruzsolnak benne. 14 magos 20 szálas Intel Core i9-12900H processzor, amin egy 5 GHz-es boost is van, szóval very good, very nice! Kapott egy 1 terás SSD-t is, aminek 1 GB-os az írása és olvasása, valamint egy RTX 3050 Ti, ugyebár összességében maga a gép az hihetetlenül vékony, nem is értem, hogy lehetem úgy beletuszkolni ezeket a dolgokat, amiket az előbb felsoroltam, és nagyon letisztult, nagyon kevés csatlakozó is van rajta, szóval, hogy alapból egy monitort nem fogsz tudni rá. Itt az oldalán megtalálható egy USB-C, ami Thunderbolt 4 is egyben, valamint itt a másik oldalt, hát nyilván hangerőgomb, bekapcsológomb, egy USB 3.0, és egy mikrofon, ami amúgy egy felhallgató bemenet. És ha már tablet, és ha már online oktatások, elő-hátul van kamerája, ami hát plusz királyság, hogy vagy van hátul is. Wow. Igazság szerint utazásra ez egy tökéletes laptop lenne, hiszen 1 kiló az egész, meg mondom, eléggé praktikusan lehet hordozni azt az 1 kilóját. De ezzel a leírásban le fogok dobni minden fontos információt, hogyha esetleg érdekelnek, vagy esetleg nem kaptál pontos leírás most Benedektől. Szerintem nagyjából mindent érintettünk, hogyha esetleg mégis kihagytam volna valamit, vagy valami részletre vagytok kíváncsiak, akkor ezt írjátok meg nekem, ugyanis mire ezt látjátok, én már valahol leszek, talán már azt is tudjátok, hogy hol, és hát ott napi vlog sorozat lesz, minden nap lesz videó, és megválaszolom ezeket, hogyha tényleg van még olyan, amit nem érintettem nagyon, vagy valami nagyon-nagyon részletbe kéne belemenni. De remélem, hogy sokak számára hasznos információkat tudtam hozni, és hogyha igen, akkor dobj egy lájkot és iratkozz fel, én Benny voltam, peace!